Két felújított előadás láthat a közeljövőben a csíkszeredai közönség a Csíki Játékszín előadásában. Mindkét darabot még a járvány előtt kezdték el próbálni, ám a karantén, később pedig a színházak zárvatartása okán csupán néhányszor játszották. Nagyon nehéz valóban elővenni valahonnan nagyon végül legyen készülni, vagy nem könnyű egy korábbi darabról leporolni a port, hangzott el a Csíki Játékszín sajtótájékoztatóján. Ilyen a Caragiale Megtorrás című előadása is, melyet a jövő hét második felében láthat a közönség. A járvány miatt megcsúszott előadásokat most sem élvezhetik maradéktalanul a színház kedvelők. A nézőtérnek jelenleg is csak egy része használható. Sokkal kevesebb energia jön át, sokkal a reakcióknak a hangja, az ereje, az akusztikai atmoszféra az mindig kevesebb, hogyha kevesebb a néző, de így, hogy mégiscsak egyfajta teltházra törekedés van még akkor is, hogy a teltház az egy félházat jelent normálisan, mert ugye be kell tartani azokat a távolságokat, azokat a paramétereket, amelyeket a járvány ügyi helyzet megkíván. Ennek ellenére mégiscsak meg tud lenni ez a teltház feelingje. Azt hiszem, hogy egy érdekes kísérletet hoztunk tető alá. A Hatházi András rendezte Halász Péter Gyerekünk című előadást, a Hunyadi László Kamarateremben játsszák. A járvány nem csak a próba folyamatba és az előadások menetébe szólt bele. Megváltoztatta a szöveget, mert egy új helyzetet hozott létre, és a szöveget mindig a jelenlévő valósághoz adaptálom, igyekszem adaptálni. És akkor az, ami olyan természetes volt ezelőtt egy évvel, most át kellett írni egy kicsit, mert ugye ismerős ez az egész járványügyi helyzet. Mindkét előadás a járványügyi előírások betartásával zajlik majd.